Nos, az előbb sajnos meg sajnos meg, megadta meg magát a gépem. Folytatom, akkor miután ez az ér eh, kialakult, ez igazából az, hogy eh, mind a két oldalon eh, egységesen kell megoldani, hogy az él jó legyen, tehát ez ugyanazt ismétli igazából. Ez jó program... Igen, itt, itt mondja azt, hogy eh, ahogy haladsz a finomabb kövek felé, eh, a nyomást, amivel rányomod a pengét a kövekre, mindig egyre kisebb kell, hogy legyen. A végén pedig a bőr, illetve a nagyon eh, finom szemcséknél pedig szinte csak a penge éle kell, hogy vigye magát a. Ma, tehát a penge súlya kell, hogy legyen a, a köveken, tehát nem, nem kell itt nagyon erősen rányomni. Itt írja ugye, hogy a konyhai késeket 17 fokon, a kinti késeket, tőröket, zsebkéseket, azok pedig a 20 fokosan kell élezni természetesen, de mondjuk ez itt, itt is le van írva, tehát ezzel nem mond újat, csak itt igazából kiemeli a fontosabb dolgokat. Itt van az, hogy az íves pengéket, természetesen, hogy a, a, kerámia, mert ugye ezek, ez, ezek kerámia rúdból van, azt elfelejtettem mondani, a kerámia rúddal lehet megélezni, ugyanúgy a durva, illetve finom szemcsésnek felelnek meg a rudak, de ugye azt tekerni kell rajta. Itt igazából fontba adja meg, hogy milyen erősen kell rányomni magát a pengét a kövekre, és ezt a 3-6 fontot mondja, hogy olyan erővel nyom, nyom, érdemes rányomni, hogy ez az, ami a legjobb, legalábbis a tapasztalatok szerint a legjobb eredményt hozza, és egyben meghosszabbítja, illetve hát kiméli magát a kést, illetve az élező köveket is. Ja, és ugye fontos, hogy ne használjunk, mivel ez egy száraz élező rendszer, ne használjunk vizet, illetve olajat, vagy élező olajat ezen, mert az csak tönkreteszi ezt. Ö, itt segítségek szintén a tippek vannak, én azt mondanám itt is ugye kezdőknek. Ö, ez érdekesség, ugye, amit ö, aki esetleg nem használt még követ, azt nem tudja, hogy a követnek van egy rövid betörési idejük. Tehát addig ilyen nagyon surcoló, ö, karcos, mintha karcolnál valamit az üvegen, ilyen hangot ad, de néhány ilyen élezés után ez el fog múlni, és ö, sima, egyenletes lesz ha az élezés. ezt én is tapasztaltam, tehát ezt tudom mondani. Ö, itt mondja, hogy ez egy hasznos trükk, és igazából sokan használják, meg ajánlák is kezdőknek, hogy az élszögtartón, az élszög tartón, ha nagyon kezdő vagy, és ugye eleinte nagyon erősen rányomod a késre, és ha olyan késed van, amit nem szeretnéd mondjuk, hogy ez a nyom rajta legyen, mert hogy így lehúzod a kést, rajta maradhat ez a fekete nyom esetleg. Attól függően, hogy milyen kemény a késed, vagy hogy van dekorálva, vagy polírozva, stb. Ö, ö, ezt érdemes itt leragasztani esetleg celluxsal, vagy szigetelő szalaggal. Azon kívül mutatja, hogy az élt a késnél, ahol élezed, ezt érdemes e, az élét egy alkoholos filccel, vagy bármilyen egy befesteni, és ahogy élezel, elméletileg ennek itt kopnia kell lefelé. Tehát, hogyha jól élezel, és akkor pontosan látod, hogy akkor most jól tartod, nem jól tartod, hol az élen, hol, hol e, mi az, amit esetleg még javítani kell, és ez le fog kopni róla, tehát, hogyha jól csinálod. E, igen, itt mondja, hogy... Igen, ezt mondtam... E, mondja, hogy tarts tisztán a késeidet, mikor élezed, illetve magát a köveket is, mert ugye fémdarabok fognak lejönni róla, és ezeket ugye tisztítani kell néha a köveket, hogy a legjobb, megold, a legjobb eredményt elérjük, illetve hogy ne szennyez, ne szennyez be a késedet, illetve magát a élezőkövet is, mert akkor ez rövidíti az idejét. Itt ismét kiemeli, hogy ne használjunk élező olajat. Kerámia rudakat szintén tisztítani kell, langyos, szappanos vízben, amikor ugye kicsit szürkék. Hát az ennyiben látható volt, hogy már azért rájuk fér majd a takarítás, mert ugye az acél, ami lejön róluk, az rárakódik erre a rudakra, és hát ez rontja az élezési eredményeket. Igen, itt azt mondja, hogy amikor javítjuk a pengét. Tehát ugye mindegyik résznek van más az élszöge, és amikor javítjuk, lehet, hogy ez egy kicsit tovább, vagy több időbe fog kerülni. De itt írja, hogy nem szabad türelmetlennek lenni, enged, hogy maga az anyag, illetve a szerkezet csinálja a munkát, nem kell rögtön akkor el 3000-re rányomni, és azt hiszed, hogy ettől elméletileg gyorsabb leszel, nem, ezzel csak el fogod a kés élét. Igen, itt mondja, itt volt az, amit elnézést itt összekevertem ezzel, hogy itt mondja, hogy jelölt be az élt az alkoholos félccel, akkor viszont mi volt ez? De ez az, amit mondtam, hogy ragaszt, le kell ragasztani az élvédőket, hogyha esetleg olyan a késed, hogy nem akarod, hogy a nyoma meglátszódjon rajta. Én mivel én használom engem, annyira ez nem zavar, tehát én nem szoktam. Igen, itt mutatja, és le is írja, hogy amikor a... Ez természetesen csak arra vonatkozik, amikor megvan neked a kiegészítő szettet, hogy a, a bőrnél nem nyomni kell, hanem húzni kell a bőrön, különben föl fogod vágni, és tönkreteszed gyakorlatilag az élezőt. És vágni, nyomni nem lehet a bőrön. És itt írja, ami igazából fontos, és én is utólag szerintem olvastam el, hogy amik itt vannak számok és adatok leírva, ez csak egy körülbeli indikáció. Ugye mindegyik is másfajta minőség, másfajta, onnan van más iránya, stb. stb. És ez csak egy indikáció, hogy hányszor kell körülbelül megcsinálni, de hát mindenkinek ez kif, Ahogy élez, ahogy tapasztalja, ahogy megismeri a késeket, ez mindenki ki fog alakulni benne, hogy hányszor kell a, mondjuk a durva szemcsésen, hányszor a finomabban, még finomabban és hányszor a bőrön. A, 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 úgy végül is olyan élezést érsz el, amilyet akarsz gyakorlatilag ezen, tehát ez igazából rajtad múlik. Viszont annyit megígyez, hogy mind a két oldalon, tehát hogyha mondjuk egyik oldalon 20-szor áthúztad, akkor a másik oldal is 20-szor kell áthúzni, hogy egyenletes legyen. Tehát ez mindenképpen fontos. Bárhányszor is használod, illetve bárhányszor, akárhányszor is húzod át ezt a magán az élezőn a kést. Ugye a késeknek igazság szerint rengeteg formája, alakja, éle van. A legkülönbözőbb féléket éleztem én magam, tehát ö, ö, azt mondom, hogy egész jó, illetve hanem azt mondom, hogy nekem tökéletes élt elér, amit úgymond használatra, tehát mindennapi használatra, rendes élesen, vágásra, amit rendesen használunk, tehát nem vitrinbe rakjuk a kést, mert ahhoz lehet, hogy volt egy-két ember, aki azt mondta, hogy neki a számára ez az él nem volt jó, de hát valószínűleg ez vitrines volt, nekem jó. Az összes késemet már, konyhai kést, mindent kipróbáltam vele, minden élesztem már, amit el lehet képzelni, és nekem bevált, tehát nekem nagyon jó, és sokkal könnyebben tudok ezzel, mint mondjuk a a kövessen ennyit tudok most hirtelen elmondani róla, köszönöm a figyelmet, mindenki döntse el maga, hogy megérje, most jelenleg olyan 35 ezer forint körül van a kiegészítő csomaggal együtt, nem olcsó, de szerintem megéri. Sziasztok!